Évet értékelünk a következő percekben. Szeretettel köszöntöm a műsorban dr. Daróczi Csillát, a Család és Gyermekjóléti Központ vezetőjét. Köszönöm, hogy eljött. Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlök mindenkit. Mik voltak az elmúlt esztendő legfontosabb eredményei, történései? Hát elég nehéz évet zártunk. Voltak szép pillanatok, és voltak nehéz pillanatok. A nehezekről már ne beszéljünk, mert az elmúlt. A szép pillanatokban azt láthatjuk, hogy örömmel mondhatjuk azt, hogy a kerületünkben az az igazi szegénység, az, amiről eddig beszéltünk, az úgy kevésbé jelenik meg. Ennek nyilván nagyon sok olyan eleme van, ami a támogatásokat tartalmazza, amit mi is tudunk nyújtani, és azt gondolom, hogy az emberek sem olyan szegények már, illetve a szegénység nem olyan formában jelenik meg, mint régen. Ez nem jelenti azt persze, hogy nincsenek olyan hátrányos helyzetű családok, emberek, akikre nagyon oda kell figyelni, de úgy látjuk, hogy ez egy javuló tendencia. Ez az egyik ilyen pozitívum, amit meg tudunk fogalmazni. Hogy azért mégsem ilyen szép és árnyalt ez a kép, tulajdonképpen azt is látjuk, hogy elég komoly problémák jelennek meg a családokban, ami új elemként jelenik meg. Ez a válás, kapcsolattartás, agresszió növekszik, a társadalom is agresszívebb egy picit, tehát azt is látjuk, és ez leképződik a gyerekek esetében, a családok esetében. A korosztályi problémák is lejjebb csúsznak, tehát a 13-14 éves korosztályban megjelent probléma most 12-11, a 16 éves korosztály problémái 14 éves korra csúsztak le, tehát ezek a problémák azért megjelennek, durvábbak, súlyosabbak. Nagyon fontos lenne ezért, hogy megfelelő tájékoztatást kapjunk, tehát hogy minél hamarabb észleljék azt, hogyha valamilyen probléma van egy gyerek körül, vagy egy család körül, vagy egy idős ember körül, hogy időben be tudjunk avatkozni. Volt egy nagyon nagy projektünk, egy környezetvédelmi projekt, amelyben hát ott elég sok nehézségünk adódott a létszámhiányunk miatt, de sikeresnek mondható ez a projekt, hiszen nagyon sok előadásban környezettudatos információkat tudtunk nyújtani az ügyfeleinknek, a lakosságnak. Számomra is nagyon sok új elemet tartalmazott az, hogy hogyan óvjuk a környezetünket, és ehhez természetesen anyagiak is társultak. Köszönjük azok támogatóknak, akik támogattak bennünket. A legnagyobb támogatónk természetesen az önkormányzat volt, de nagyon sok mindent tudtunk nyújtani a lakosoknak, tehát a környezettudatos tisztítószerektől az ablakszigetelésig, ami most is egy folyamatban lévő projekt, tehát ezt nem állítottuk le, reméljük, hogy ezt tudjuk folytatni. Bocsánat, itt hogyan választották ki a programban résztvevő családokat? Mert ugye úgy tudom, hogy 1800 családdal foglalkoznak kerületszerte, vagy lehet, hogy picit többel. 2000 fő. De hogy hogyan választották ki, hogy akik mondjuk kaptak tisztítószert, ez mi alapján ment? Ez a kollégáim, akik ugye közvetlen kapcsolatban vannak a családokkal, ők tettek erre javaslatot. Nyilvánvalóan vizsgálnunk kell azt, hogy valóban használja ezeket a környezettudatos mosogatószer, tehát fontos ez számára a környezettudatosság. Nagyon örültünk annak, hogy nagyon sokan eljöttek az előadásra. Fel kellett mérni, hogy milyen fűtési eszközök vannak. Nagyon sok helyre fát szállítunk, mert azért fáznak az emberek. Tehát ez egy kicsit ellentmond annak, hogy azt mondtam, hogy azért a szegénység nem jelenik meg. De természetesen vannak, csak megváltozott a struktúrája, a szegénységi struktúra megváltozott. Ezt szeretnénk tágítani ebben az évben tovább, és egy új feladat jelenik meg ebben az évben, ez az óvodai és iskolai segítő tevékenység, amely elég nehezen indul, egyrészt az emberhiány miatt, másrészt pedig nem igazán jól kidolgozott törvényileg és módszertani háttere is elég gyenge ennek a feladatnak. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy mi elindulunk ebbe, teljesen egyedi lehetőségekkel. Az iskolákban és az óvodákban fogunk úgy kialakítani ilyen fejlesztő folyosókat, ami a gyerekek számára egyensúlyozó, fejlesztő elemekkel lesz a feldíszítve, vagy tulajdonképpen feldíszítve az iskola, mert díszként is szolgál, azon kívül, hogy hasznos, illetve különböző prevenciós előadásokat viszünk ki, illetve egy kollégánk jelen lesz minden óvodában, iskolában,
Ez nem biztos, hogy mindig jó fogadtatás, mert egy intézményben, egy másik intézmény dolgozója, hogy bemegy, ez nem mindig egy jó dolog. Tehát nem biztos, hogy mindenütt szívesen fogadnak majd bennünket. Egyenként kötünk együttműködési megállapodást az iskolákkal és az óvodákkal. Figyelembe vettük egy szükségletfelmérést végeztünk, ahol, hogy mire van szüksége az iskolának ebből a szempontból. Nem helyettesítjük a gyermekvédelmi felelősöket, akik voltak, és nem sajnálja mindenki, akár az iskola részéről, akár a gyerekvédelem részéről, hogy ők eltűntek a szolgáltatási palettáról, de valamilyen szinten hát, ha tudunk segíteni. Voltak a felújítások, beruházások esetleg az elmúlt esztendőben? Igen, a legnagyobb beruházás és felújítás a Családok Átmeneti Otthonát érintette. Ott az egyik épületünk teljes körű felújítása megtörtént, vadonatúj bútorokkal rendeztük be, tehát ott most már a másik épületnek a fürdőszoba felújítása is fokozatosan elkezdődött. Én azt gondolom, hogy egy nagyon magas színvonalú Családok Átmeneti Otthonát működtet a kerület. Egyszobás, kétszobás apartmanok, teljesen felszerelt apartmanokat tudunk biztosítani, és az összes intézményünk egy tulajdonképpen csodálatosan néz ki. Én azt gondolom, hogy sem számítógépben, sem bútorokban, tehát minden megvan, ami a munkavégzéshez szükséges, és ami egy új épületet is kaptunk, ez az új épület, ez pedig hát ami a kerületben elterjedt a lépcsős kocsma, amit mi megkaptunk már egy új épületként, és itt fog történni az adományok osztása. Az intézményünk napi 604-600 kilós adományokat oszt ki a Tesco-ból, az Aldi-ból, és a héten kötöttünk egy szerződést azt kérjük KFC-nek mondjuk, ez nem tudom, hogy mennyire, de én azt gondolom, hogy meg kell köszönni, hogy ott a megfelelő húsárút, stb. Tehát nagyon sok mindent kapunk és tudunk osztani a továbbiakban, és erre megkaptuk azt az épületet is, ahol a teljes adomány tárolására van lehetőség, és ez a úgynevezett lépcsős kocsma néven eddig elhíresült, és most már adományosztó helyként működő épület, ami beláthatóan ilyen egy-másfél héten belül el is indul. Egy fél mondatban említettünk már a munkaerőhiányt. Tud valamilyen lépéseket tenni ez ügyben a központ? Tehát, hogy esetleg toborozni új munkaerőket? Tehát van erre lehetőség? Hát mindenféleképpen próbálkozunk. Az önkormányzat tett lépéseket ebben az évben nagyon sokat. Egyrészt ugye itt a kerületi pótlék az már évek óta itt van, ami legmagasabb a Budapesten. Azon kívül pedig itt vannak a kafetéria elemek, most bevezette az önkormányzat a továbbtanulással kapcsolatos támogatásokat, tehát tanulmányi szerződésekhez kötött akár főiskolai szintű képzéseket tudunk támogatni. Tehát rengeteg olyan elemet tett bele az önkormányzat ebbe, rekreációs pénzeket tett bele, tehát úgy gondoljuk, hogy azért egy intézmény, amikor az összes dolgozója el tud menni két-három napra, vagy minden intézmény saját maga dönti el, hogy hogyan használja fel ezt a viszonylag nagyobb összeget, amit kaptunk arra, hogy egy ilyen kicsit ilyen lazább napokat szervezünk a dolgozók részére. Én azt gondolom, hogy ezek olyan elemek, amik csábítóak lehetnek, vagy vonzóak lehetnek az emberek számára. De sajnos azt is tudomásul kell venni, hogy ez egy nagyon nehéz munka. Tehát lehet, hogy ez nem látszik, de nagyon iszonyú sok az a teher, ami az adminisztráció terhe. Ezt is ugye cipelnie kell, azon kívül pedig az emberekkel való munka egyrészt nagyon megterhelő, hogy folyamatosan problémákkal találkoznak, problémás emberekkel találkozunk, és csak akkor lehetünk hitelesek, hogyha megfelelő jogszabályi ismeretekkel rendelkeznek a kollégák. Köszönöm, hogy eljött, és eredményes munkát kívánok. Köszönöm szépen.